A Navitel elkészítette az egyik legkönnyebb, legolcsóbb és legpraktikusabb autós fedélzeti kameráját. A felvételeket Full HD minőségben 30 frame per szekundummal rögzíti és 40 fokos látószögben készíti. Úgyhogy gyorsan lóra is pattantam, hogy kipróbáljam ezt a kis akciókamera külsejű eszközt. Négy rétegű lencsesor, érthető gombok, könnyű, masszív kialakítás, teljesen egyértelmű gyors beüzemelés jellemzi az eszközt. Már csak pozícionálni kell a szélvédőn tapadó koronggal, ami meglepően egyszerűen és stabilan cuppan az üvegre. MicroSD-ből egy 64 gigást töltöttem a gépbe, biztos, ami biztos. Kedvező árának ellenére a gyártó szerint a minősége, valamint tudása is rendben van. A gyorsulásmérő képes felismerni a veszélyhelyzeteket és a felvett anyagot automatikusan eltárolni. Érzékeli a hirtelen gyorsulást és lassulást, forgást és hirtelen mozgásokat. Érdekes tapasztalat volt, hogy az expozíciót hiába próbáltam állítgatni, az automatika minden esetben több fényt adott a készüléknek, mint amire szüksége lett volna. Ennek is köszönhető ez a sok tejfehér, úgynevezett kiégett részlet a felvételen. Ha az égbolt felé fordítottam, már helyes expozíciót állított be, de amint visszafordítottam a számunkra fontos képi tartalom irányába, újra túlexponálta a képet. Napsütéses időben ugyanez volt a tapasztalat, az előttünk látható út maradt túlexponált. Érdekes volt számomra, hogy az éjszakai felvételek nekem jobban tetszettek, mint a nappaliak. A dinamika tartomány, az expozíció és az ISO arányait rendben volt. Ezen kívül a készülék képes egyfajta gyorsított, már-már timelapse hatású videók rögzítésére is. Sajnos ezek is túlexponáltak voltak. Az R200-zal fotózni is lehetséges, a képek 1280x960-as felbontásúak. A nagyításnál emlékeztetnek a korai mobiltelefonok minőségére. A részletgazdagság kisé elmarad a videóval szemben. Az éjszakai fotókra gyakorlatilag ugyanez igaz. Ez pedig az a hangerő, amit képes rögzíteni ez a kis. A rögzített videók formátuma MOV és H264. Az állóképek, vagyis a fotók formátuma JPEG. A videó állományok hossza 1-3-5 perc, illetve folyamatos felvételre is van lehetőség, és a felülírás védelem is támogatott. A jármű indítását követően a Navitel R200 automatikusan megkezdi a felvételt. Fejlett parkoló módjának köszönhetően mozgást érzékelve még kikapcsolt állapotban akkor is képes elindítani a felvételt, ha az autó parkol és a vezető nincsen jelen. Kialakítása megdöbbentően súlytalan, ez nagyon tetszett. Sajnos, ha nincs töltés alatt az eszköz, pikpak hajlamos a lemerülésre, nálam talán ha 3 percet bírt az akkumulátorra energiaellátás nélkül. A menürendszere nagyon áttekinthető és egyértelmű, egyáltalán nincsen túl bonyolítva. A videó és fotózás üzemmódok között könnyű váltani, illetve azonnal megtekinteni a felvételt. A nagy gombok segítségével könnyedén belemehetünk egyes menüpontokba, és ott állíthatunk számunkra megfelelő beállításokat, opciókat. A kijelző mérete ezekhez a funkciókhoz teljesen elegendő, és a fényereje is azt gondolom, hogy tökéletes. A fotó üzemmód beállításai úgy tapasztaltam, hogy nincsenek kihatással a videóra, vagy legalábbis felülírja az automatika, talán ennek volt köszönhető a túlexponált rögzítés. A csomag tartalma egy darab Navitel R200 szélvédőkamera, tapadókorongos rögzítés, autós töltő, felhasználói kézikönyv, jótállásjegy, ajándék Navitel Navigator licensz.